10 éves jubileum. Dolgozók és ellátottak közösen ünnepeltek hétvégén a Gálbavencselői Szociális Szolgáltató Központban. Megújul a 49-27-es út, másfél hónapja kezdődtek a munkálatok, pár napon belül pedig teljes szélességében birtokba vehetik az utat az autósok. Veszélyes a tartós meleg, különösen a gyermekek számára lehet megterhelő és ártalmas a kánikula. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Gálbavencselői Szociális Szolgáltató Központ. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket. Az integrált intézményben közel 350 idős és ellátásra szoruló személy életén igyekeznek könnyíteni. Az ünnepi rendezvényen a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy megfelelő az ellátórendszer állami finanszírozása. Mindennapos ellátásra szorulnak ezek az idős emberek a Gálbavencselői Szociális Központban. Ebben a bentlakásos idős otthonban teremtik meg számukra az öreg korhoz méltó megfelelő körülményeket. A legutóbbi hétvége mind számukra, mind az ott dolgozók számára ünnepi hangulatban telt, a mára más szolgáltatások széles körét nyújtó intézményt ugyanis kereken 10 éve hozták létre a nagyközségben. A mi intézményünk egy integrált intézmény, alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást is biztosít. Alapszolgáltatások közül étkezést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, tanyagondnoki szolgálatot, család és gyermekjóléti szolgálatot, és szakosított ellátás keretében pedig egy idősek otthonát. 25-en laknak az idősek otthonába, de mint intézménynek körülbelül olyan 350 ellátottunk van. Az elmúlt másfél év a szociális területen dolgozóktól is jelentősen több munkát és felelősségvállalást igényelt, mondta el beszédében a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár. Simon Attila István hangsúlyozta, Magyarországon naponta 600 ezeren veszik igénybe a szociális ellátórendszer valamelyik elemét. Hozzátette, a Gálbavencselőihez hasonló intézmények az ellátás mellett nagyban hozzájárulnak a helyi közösség erősítéséhez is. Az államnak azt gondolom ebből a szempontból a szociális területen is az a feladata, hogy megfelelő szabályozással és megfelelő finanszírozással tudjon segítséget nyújtani a helyi igényeknek a legmesszebb menőkig történő kiszolgálásához. És mindennek az értelme persze az, hogy minél tovább azok, akik rászorulók, azok a családjukban, a saját családjukban, a saját mikrokörnyezetükben tudjanak élni, és ne az legyen a kimenet, hogy valamiféle bentlakásos intézménybe kerüljenek ezek a emberek. Gálbavencselő polgármestere kiemelte, az intézmény dolgozói elhivatottan végzik munkájukat és folyamatosan képzik magukat. Berec János elmondta, a szociális központ mára már nem csak a helyi, hanem a kistérség más településeinek időseit és rászorulóit is ellátja. 10 évvel ezelőtt alakították ugyebár a szociális intézetet. Mi az utóbbi 3 évben azért csavartuk még ezen a történeten, mert előtte mint Gálbavencselői intézmény működött. Az utóbbi 3 évben azonban kinyitottuk ezeket a kapukat, és a környező településeket próbáljuk bevonzani a szolgáltatási, a szociális szolgáltatási hálónkba, Balsát, Paszabot, Tiszabercelt, Ibrányt, jelzőrendszeres, nappali ellátást, tehát több-több olyan szociális funkcióval próbáljuk megtölteni a környéket, amiben mi úgy gondolom jók vagyunk. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, Magyarország továbbra is előregedő társadalomnak számít. Vinai Győző kiemelte, a koronavírus járvány rámutatott arra, hogy a szociális intézmények milyen fontos munkát végeznek, akiknek megbecsülés jár. Egyre több idős ember szorul rá a gondoskodásra. Az itteniek nem olyan régen egy demencia gondozó vizsgán is részt vettek, tehát állandóan képzik magukat, és ezzel a képzéssel itt Gálbavencselőn ez a szociális munka, amelyet elhivatottsággal végeznek, most is figyelem hárult rájuk a koronavírus járvány idején, hát egyrészt az egészségügyi dolgozókra, másrészt az idős otthonokba dolgozókra, és példásan megoldották ezt a helyzetet. Az intézmény egyik legfőbb célkitűzése, hogy felújítsák az idősek otthonát, így az önkormányzattal közösen már dolgoznak azon, hogy megfelelő pályázati forrás álljon rendelkezésre a beruházáshoz. Szinte az egész országon végig söpört a vihar vasárnap, amely megyénket sem kímélte. Ide délután érkezett meg nagy széllel, esővel, néhol jéggel. Jellemzően kidőlt fák, leszakadt ágak, vízzel elárasztott pincék miatt kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.
Máté Szalkán például egy fába csapott egy villám, a lángok pedig tovább terjedtek, körülbelül fél hektáros területen pusztított a tűz, a szabadtéri tüzet végül a Máté Szalkai hivatásos tűzoltók fékezték meg. A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók is vonultak, de a legtöbbször a nyíregyházi hivatásosok avatkoztak be tegnap a viharral kapcsolatosan, például Kálmánházán, ahol elektromos légvezetéket szakított le egy úttestre kidőlt fa, amelynek még egy személygépkocsi is nekiütközött. Az esettel kapcsolatosan személyi sérülés nem történt, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók pedig áramtalanították az autót, és motoros láncfűrésszel eltávolították a félpályás útzárat képező fát, de többek között elöntött pincéhez is vonultak egységek vízszivattyúzás, vízzel távolítás miatt. Megépítése óta most először újul meg teljes egészében a Mária Pócsot és az M3-as autópályát összekötő út. Az eddig baleset veszélyes szakasz most útpatkát és vízelvezetőt is kap. A 3,5 kilométeres szakasz több mint 400 millió forintból a napokban készül el, és teljes egészében birtokba vehetik az autósok. A Mária Pócsi út bevezető szakasza az M3-as autópálya felől már teljesen elkészült, csak az útburkolati jelek hiányoznak. A kanyar belső sávja már a biztonsági patkakövet is megkapta. Az útszakasz felújítása másfél hónappal ezelőtt kezdődött, jelenleg a település tábla előtt zajlik a szintezés, az utolsó simításokat végzi az úthenger, így most még váltakozó irányban engedik haladni a forgalmat. Ha az időjárás nem hátráltatja a munkálatokat, pár napon belül be is fejeződnek, és teljes szélességében birtokba vehetik az autósok az útszakaszt. Kiemelném azt, hogy, és ezt csak nagyon idézőjelben tenném, nem csak a külterületi szakasz újul meg, hanem a belterületen külterületen két rétegű aszfaltborítást kap az út, még belterületen egy rétegűt, de belterületen a belvízelvezető rendszer is rendbe tétetik, úgyhogy ez egy teljes körű útfelújítás, ami a település központját és az M3-ast köti össze. Reméljük, hogy a búcsusok örülni fognak ennek a fejlesztésnek. A búcsusok és természetesen az itt lakó Mária Pócsiak is. Hétfő délelőtt csak néhány autó haladt át ezen a szakaszon, azonban búcsú idején egymást érik az autók és a buszok. Akkor vagyok igazságos, ha úgy fejezem ki magam, hogy időszakonként óriási forgalmat. Tehát a búcsú szezonban itt 10 méterenként mennek az autók, nagyon sok. Hát egy évben egy olyan 4-500 ezer hívő jön, és az most már hát 95%-a ezen az út szakaszon érkezik az autópályáról letérve. A hétköznapi forgalom az nem olyan jelentős, de hát a búcsú szezonban a buszok, a személyautók ezen mennek el. Mária Pócsról, Pócs Petriből, Nyírbogátról és Kislétáról is használják ezt az útszakaszt a települések lakói, hiszen ezen lehet a legrövidebb úton elérni az M3-as autópályát. Így az útfelújítás folytatódik majd a település belterületén is. A benzinkútig további 3 kilométer újul meg 300 millió forintból. Mindez a Magyar Falu program által biztosított forrásból. Emellett más önkormányzati beruházások is futnak jelenleg Mária Pócson, amelyekhez további anyagi forrásokra van szükség. Önkormányzati beruházás a Magyar Falu, amit a képviselő is említett, nagyon sok olyan pályázati forrás van, amelyet a szűkített költségvetés nem enged. Tehát amikor az adósság konszolidációt elfogadta a kormány, akkor ki van centízve a önkormányzatoknak a mozgástere, tehát abban nagy luft nincsen. Maradt a iparizési adóbevétel, aminek ugye tavaly a felét a vállalkozónál hagyták, felé került az önkormányzathoz, a súlyadó nem került az önkormányzathoz, tehát a pályázati forrás a Magyar Falu, illetve a belügyminisztériumi támogatások, amiben kapaszkodunk mi is, meg szerintem minden önkormányzat. A térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón bejelentette, a belügyminisztérium múlt heti döntése alapján a térségben 14 település belterületi útja újulhat meg 300 millió forintból, a Magyar Falu program pedig további 9 településnek biztosít ugyanilyen összegű forrást erre a célra.
Hetek óta tart a kánikula, ez pedig különösen nagy veszélyt jelent a legfiatalabbak egészségére. Fontos, hogy a szülők folyamatosan figyeljék gyermeküket, a nagy meleg ugyanis akár maradandó károsodást is okozhat. A szakorvos azt javasolja, a nap nagy részében árnyékban kell tartózkodni, és nagyobb rendszerességgel kell folyadékot fogyasztani. Az elmúlt néhány évben több példa volt arra, hogy esős és a szokásostól hűvösebb időjárást hozott a nyár első fele. Idén ez teljesen másképp alakult. Júniusban szinte minden nap meghaladta a hőmérséklet a 30 Celsius fokot, mindez pedig júliusban sem változott, sőt megdőlt az országos melegrekord is. A nagy meleg és a napsütés a szabad térre csábítja a gyermekeket, ez azonban veszélyeket is hordoz magában. Újhelyi János gyermekorvos figyelmeztet, a tűző napon rövid idő is elég ahhoz, hogy a gyermek rosszul legyen a forróságban. Egy kisebb gyerek hamarabb fölhevül, mint egy felnőtt ember. És ugye szegény nem tudja elmondani a problémáját, ezért inkább kerülő magatartást kell ebben a vonatkozásban alkalmazni. Ha mégis valami gyanús dolog van, akkor ugye ránézünk a gyermekre, és egy kicsit bágyattabb, kipirult az arca, akkor mindenképpen nagyon-nagyon oda kell figyelni, és álljunk meg, vagy menjünk hűvösre, nézzük meg a hőjét, mert sokfajta megnevezése van a hőhatásnak, a nyári hőhatásnak, de összességében egy hőártalomról beszélünk. Mindez azt jelenti, hogy ha a gyermek szervezete hosszabb ideig ki van téve ennek a hőártalomnak, az akár súlyos és maradandó károsodást is okozhat. A keringés összeomlásával életveszélyes állapot is kialakulhat, a hősokkos állapot pedig az idegrendszer működését is befolyásolhatja. A szakorvos rámutat, a szülőnek mindig gondoskodnia kell a folyadékbevitelről, ráadásul ilyenkor a tiszta ivóvíznél is van jobb megoldás. Az a legszerencsésebb, hogyha egy szülő azt látja, mindegy az, hogy kisebb vagy nagyobb gyermek, 2-3 óránként van bőséges vizeletürítése, a legtökéletesebb mércéje a folyadékellátásnak. És egyszer-egyszer kevesebbet, nem nagyon sokat, és nagyon gyakran iszogasson, és ne felejtsen el gyümölcsöt, főzelék, féléket enni, akkor a sópótlás is megtörténik, de nem 100%-os ivólevet, mert az túlságosan tömény. De nyugodtan egy kis vízbe, egy csipetnyi sót, ha beleteszünk, még az élvezhető, és azzal is biztosan, hogy jobban tudjuk pótolni az elveszített nátriumkloridot, ami egyébként verejtékkel távozik. A szakorvos hozzátette, ebben az időszakban könnyű ételeket kell fogyasztania a gyermekeknek, és túlhűteni sem szabad a lakást. A benti és a kinti hőmérséklet közti nagy különbség ugyanis szintén könnyen napszúráshoz vagy megfázáshoz vezethet. Idén először szerveztek kutyástábort a Sóstóhegyi Általános Iskolában. A gyerekek többféle szervezet segítő kutyáival találkozhatnak egy hét alatt. Kipróbálhatják a bakvezető kutyával közlekedést, megismerhetik a keresőkutyákat, a vadászkutyákat, és az iskola állat simogatójában nyulakkal, kecskékkel, tyúkokkal is találkozhatnak. Légyszi, a barna labrador, éppen azt mutatja be, hogyan veszi fel a földről mozgáskorlátozott gazdája elejtett botját, de azt is megmutatta, hogyan kell egy pénzérmét, egy bankkártyát, vagy éppen egy kisebb üveget törésmentesen visszaadni. Többek között velük ismerkedhetnek meg azok a gyerekek, akik részt vesznek a Sóstóhegyi kutyás táborban. Állatot simogatunk, etetünk, megismerkedtünk a kutyákkal is. Nagyon jó volt, voltak bemutatók, meg minden. Kérhetünk tőle Pufit is, akit ugye nem szól a kutyanyel, meg a nyel. Engem nem zavar. Nagyon jó ez a tábor, nagyon tetszik eddig. Itt vagyunk most az állatsimogatóban, állatot simogatunk, és a kecskét etettünk, hölcsögöt simogatunk, meg láttunk sünét, és nagyon jó volt. A tábor sikerességét mutatja, hogy ez már a második turnus, de többen is vannak visszatérő gyerekek.
Nagyon-nagyon pozitív tapasztalataink voltak. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy egy hétfőn még zárkózott gyerek péntekre milyen szinten kinyílt, és hogy milyen pozitív érzelmi hatása volt az annak, pusztán annak, hogy egész héten állatok, illetve kutyák közelében volt. Teljesen feloldódtak, és azok a gyerekek, akik most visszajöttek, mert vannak visszatérő gyerekek is, akik annyira jól érezték magukat, hogy már újra visszatértek közénk, egészen sokkal, tehát kinyílva érkeztek vissza hozzánk a táborba. A napközis tábor reggel 8-tól fél 5-ig várja az érdeklődőket. Heti rendszerességgel jönnek hozzánk keresőkutyák, ők bemutatják az emberkeresést, illetve a Vakok Egyesülete tart nálunk egy érzékenyítő foglalkozást, ahol a látássérült személyeknek a világával, életével ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ehhez kapcsolódóan vakvezető kutyás vendégünk is érkezik, és kipróbálhatják a gyerekek a kutyával való közlekedést. A kutyákon kívül kecskékkel, nyulakkal, macskákkal is közelebbi kapcsolatba kerülhetnek a gyerekek. Tizenhárom érmet vár a magyar sportolóktól a tokiói olimpián kulcsán Krisztián a MOB elnöke. A július 23-án kezdődő ötkarikás játékokon 176 fős magyar csapat vesz részt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét az asztali teniszező Majoros Bence és a gyalogló Helebrant Máté képviseli. Egy év csúszással a jövő hétvégén elkezdődik Tokióban a 32. nyári olimpia. A koronavírus járvány miatt a versenyeket nézők nélkül rendezik meg, és július 12-től augusztus 22-ig rendkívüli állapotot hirdettek ki a japán fővárosban. Minden szempontból rendhagyó lesz tehát az olimpia, amely előtt a MOB elnöke szerint a magyar versenyzőknek legalább két kihívással már meg kellett küzdeniük. Az egyik az a végtelenül elnyúló és egyébként elég bizonytalan kvalifikációs időszak, hogy készülünk, nincs versenynaptár, hova utazunk, mikor lesz verseny, beengednek-e az országba, és egyébként tudok-e edzeni. Tehát minden, amit ez a vírus közvetlenül hozott magával, és nyilván ezt megtetézve azzal, hogy azok a versenyzők, akik már idősebbek, azok ugye egy lefelé szálló ágban ugye nehezen tudják azt a magas szintet hozni, ami ahhoz kell, hogy ők a legmagasabb szinten teljesítsenek. A másik, és ez legalább ilyen probléma volt szerintem, az a zaj, ami a médiából, jellemzően a social médiából érkezett, hogy ami ezt a bizonytalanságot, mint légkört tartotta fönt. A magyar sportolók eddig 177 arany, 151 ezüst és 174 bronzérmet szereztek a nyári játékokon. Tokióban 23 sportág 28 szakágában 176 versenyző képviseli majd a magyar színeket. Kulcsár Krisztián 13 érmet vár a küldöttségtől. Vannak ugye a sikernek különböző kritériumai, ugye két kritériumban a sportolók létszámában, meg a sportági sokszínűségben már jók vagyunk. Lesz 175 versenyzőnk, ami több, mint a korábbi olimpiákon volt, a korábbi néhány olimpián legalábbis. Olyan sportágak lesznek ott magyar oldalról is az olimpián, amik már régóta nem voltak, vagy még soha nem voltak. Karatéban lesz magyar versenyző, éremessével megyünk vitorlázásban, újra lesz íjászunk, nem tudom, 20 éve nem volt íjász a magyar íjász olimpián. Tehát ilyen szempontból is én azt gondolom, hogy ez egy szép kezdet. Az érmek számában pedig nagyon drukkolunk, hogy az a 13 érem, amit mi előre jeleztünk, nem belemelve abba, hogy milyen színűek ezek az érmek, azt elérjük, hogy akár túl is szárnyaljuk majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből az asztali teniszező Majoros Bence és a gyalogló Helebrant Máté lesz ott az ötkarikás játékokon. Tovább bővült a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks játékos kerete és szakmai stábja. A 25 éves, 195 cm magas, 2-3-as poszton bevethető amerikai C.G. Bryce az Észak-Karolinai Állami Egyetemen töltötte utolsó két szezonját, és a nyíregyházi lesz első külföldi csapata. A 22 éves, 196 cm magas, szintén 2-3-as debreceni nevelésű Kozák Bertalan a MEAFS Miskolc csapatától érkezik a kék cápákhoz. Miskolcról csatlakozott a szakmai stábhoz Szollár Gergő is, aki erőnléti edzőként dolgozik majd a csapat mellett.
Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket ismét néhány mondatban. Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte hétvégén a Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ. Az integrált intézményben közel 350 idős embernek és más rászorulóknak igyekeznek könnyíteni az életén. A központ szeretne tovább fejlődni, hamarosan pályázatot adnak be egy új idős otthon kialakítására. Az eseményen elhangzott, a szociális dolgozók megbecsülést érdemelnek azért az elhivatott munkáért, amit a pandémiás helyzetben végeztek. 3,5 km hosszan teljesen megújul az M3-as autópályát Mária Pócs központjával összekötő útszakasz. Ennek folytatásaként további 3 km újul majd meg a benzinkútig. A három ütemű útfejlesztés összesen közel 700 millió forintba kerül, amelyhez a Magyar Falu program biztosítja a forrást. Az útszakasz búcsú idején bonyolítja a legjelentősebb forgalmat, amikor egymást érik az autók és buszok a településen. Hetek óta tart a forróság, a gyermekek számára pedig akár néhány 10 perc is maradandó károsodást okozhat, amíg a tűző napon tartózkodnak. Fontos, hogy a szülők folyamatosan figyeljék gyermeküket a forróságban. Sokan fordulnak ilyenkor orvoshoz a kiszáradás tüneteivel, ezekben a napokban még nagyobb rendszerességgel kell folyadékot fogyasztani. Július 12-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, amelyen legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Az éjszaka első feléig az északi középhegységben és az északkeleti megyékben még előfordulhat zápor, zivatar, majd ezeken a tájakon is megszűnik a csapadék, csökken a felhőzet, kiderül az ég. Mérsékelt marad a légáramlás, erős vagy viharos széllökés zivatar környékén lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul. Kedden derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nélkül. Napközben sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon több helyen megerősödik a déli-délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között várható.